Belemosolygott a kamerába, és a nyelvét is kinyújtotta még márciusban a szexádi gyerekgyilkossággal vádolt 19 éves férfi. Ezek a felvételek azelőtt készültek, mielőtt a bíró arról döntött, hogy 30 napra előzetes letartóztatásba helyezi. A szexádi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra rendelte el a gyanúsítottak az előzetes letartóztatását, mivel megalapozottan gyanúsítható az erőszakos cselekménnyel. K. Dánielt ezután Budapestre szállították, hogy igazságügyi megfigyelés alatt döntsenek arról, beszámítható állapotban követte el a brutális gyilkosságot. A férfi egy későbbi lopási kísérlet miatt indult tárgyalásán, arról beszélt, nem akar hosszú évekre börtönbe menni. Az ügyvédje viszont már akkor azt mondta stábunknak, hogy erre semmi esélye nincs. Én elmondtam neki természetesen, hogy amennyiben az ő büntetőjogi felelősségét ezen ölési cselekmény vonatkozásában a bíróság megállapítja és az jogerős ítéletében ki is mondja, akkor nyilvánvalóan itt hosszú éves börtönbüntetésre kell számítani. A gyilkossággal vádolt férfit március óta tartják fogva. Egy ideje úgy tudjuk már a szexádi börtönben. A bíróság most ismét úgy döntött, hogy továbbra sem helyezhető szabadlábra. Az indoklás szerint, mert akár újra gyilkolhatna is. A szexádi törvényszék közleménye úgy fogalmaz, hogy K. Dániel esetében fennállna a bűnismétlés és a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmény veszélye. A férfi egyébként, mivel a gyilkosság idején még nem volt 20 éves, ezért legfeljebb 20 év börtön kaphat. Viszont folyamatban van ellene egy lopási kísérlet miatt indult büntető eljárás is. Ha a két ügyet a bíróság összevonja, akkor a büntetési tétel akár 25 évre is emelkedhet.